Szervét Tibort a nézők számos színházi szerepéből, filmből, a színházról szóló televíziós sorozatból ismerik. A nyíregyházi közönség szerencsés helyzetben van, ugyanis a művész visszatérő vendége a Vidor Fesztiválnak, ahol két alkalommal díjat is nyert. A Bentvillában rendezett esten kevés szó esett színházról. A téma ezúttal az az út volt, amit a művész az elmúlt évek során talált magának, és ami őt nagyban gazdagítja. Szervét Tibor arra keresi a választ, hogy saját gondolataink és érzéseink mennyiben segítenek hozzá az élet megismeréséhez. A beszélgetés kiinduló pontja az a gyakori kérdés volt, ki is az a nagybetűs én, és mit lehet kezdeni vele. Igazán lényeges dolgokat nagyon nehezen tudunk megtanulni. Nem tanítják még nagyon a szülők sem, mert ők se tudják. Nem tanítják az iskolában, nem tanítják semmilyen intézményben, talán még az egyház foglalkozik vele a leghatékonyabban, hogy tud az ember a saját rossz tulajdonságainak a csapdájából kikecmeregni. Hogy tud abból a reflexből kikecmeregni, hogy ő neki igaza van, másoknak nincs. Szervét Tibort nagyon érdekli az önismeret témája, ezért coachképzőt végzett és meseterápiát is tanult. Az ezekről szóló estjeit a Spinóza Színházban kezdte, Boldizsár Ildikó meseterapeutával beszélgetve, aki arra biztatta, egyedül is találkozzon a közönséggel. Bár a nyíregyházi nézőknek keveset beszélt a művész a színházról, televíziónknak elmondta, hogy nagyon sikeres évadon van túl. Nagyon szerettem, ugye én a Tália Színház tagja vagyok már vagy 3-4 éve, és két nagyon sikeres, a Tália jobb erre vígjátékokat tetszik. Vígjátékot mutattunk be, az egyik a Legyen férfi, Mesélj Pénjön, a másik pedig Födónak a Bolha a fülbe című elnyűhetetlen vígjátéka. Ezeket nagyon szerettem, nagy siker. És ezen kívül az az öröm ért, hogy én csináltam egy színpadi adaptációt Daniel Case Virágot Algernonnak című regényéből, amit már negyedik éve játszunk a játékszínben. Már 90-szer játszottuk. És most ugyanezt a példányt, ezt bemutatták Szegeden is, és ott voltam a bemutatón, és nagyon sírtak a nézők. A jövő héten újabb színművész lesz a Villa vendége. Fűr Anikó verses estjét láthatják a nézők, majd június 25-én borkóstolással egybekötött beszélgetésre várják az érdeklődőket.